Az új vidéki terménytősdén a héten a kukorica és a takarmány árpa voltak a legkeresettebb árucikkek. A kukorica ára enyhén emelkedett. A kereskedés 19 dinártól 19 dinár 20 paráig terjedő áron zajlott. A középár 19 dinár 9 parát tett ki. A kikötőig elszállított tengeriért 19 dinár 20 para és 19 dinár 40 para közötti árat fizettek. A búza esetében továbbra is nagyok voltak a különbségek az eladók és a vásárlók elvárásai között, így üzletkötésre nem került sor. A takarmány árpát 16 dinár 80 para és 17 dinár közötti áron vásárolták. A középár 16 dinár 97 parát tett ki, szállítással együtt 17 és fél 18 dináros áron értékesítették az árpát. A héten megkötötték a 2024-es termésű olajrepce határidős adásvételére vonatkozó első szerződéseket 49 dinár 57 para és 50 dinár 34 para közötti áron. A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében az idén is megszervezi a Vajdasági Gazdák búza adományainak a begyűjtését. Az összegyűjtött búzát lisztre fogják cserélni. A lisztet a gyerekekkel foglalkozó Vajdasági intézményeknek, civil szervezeteknek és rászoruló családoknak juttatják el. A Magyarországi ünnepélyes összeöntésre csak egy zsák búzát fognak elküldeni. A földművesek a helyi gazdaszervezeteknél, a falugazdászoknál, illetve az Agrárszövetség Zentai irodájában kaphatnak bővebb tájékoztatást. Az adományok személyes átvételére július 30-án kerül sor Zentán a VASZ székházában.